Barsz után. Focicsko Phoenix Wright összetörni Trials and Tribulations-t az utolsó nyomozással. Úgyhogy itt az ideje befejezni a nyomozást, és akkor el fog folytatódni. Erről beszél Godó? Igen. A trükkös zár. Akkor Iris-e is ki az utat. Nem tudja. Neki ezzel nem... Amikor jött a földrengés, akkor Iris elmenek. Akkor egy lakat fog. Hogyha elősebb lett volna. Hogy érzed magad? Kell szólsz az zöld. Hogy vegyem is levegőt. Majd ő figyeli a gyomosítottat. Há, most meg lehoz rossz tajcsolok. Hát mivel vigyázz rá, hát sem. Így állsz, nem tud még egyszer megküldni. Hagyjátok, jó. Hát most itt fog maradni a lap. Szökés. Miért menekültél Iris? Bocsi. Hallotta, hogy földrengés volt. Aggódott. Azt mondja, hogy őt is meglát. Ezek szerint nem szökött el. Azokat a ráncokat. Kérdés, ki tette ezt? Azok a trükkös lapotok. Ezek a kurányi tradíciók kincsei. Százféle módon lehet azt feloldani. Olyan valaki nyitott, hogy aki tudja a kombinációt. Tehát egy lakat volt itt. De most meg öt. De miért jelenthet ez? De valaki még biztonságosabbá akarta tenni ezt a helyet. Még mielőtt ideje. Hogy még biztosabb legyen, hogy már ne jusson ki. Tehát az egyiket tudja kiírni. Mindenféle kombinációt kell kitalálni, hogy ki legyen nyilván. De sok időbe telik. Talán egy nap is. Hát
még egy napunk benne, de sajnos addigra jön a következő per. A bütény helyszíne. De majd nem értek. Egyértelmű. Hol voltál a bütény helyszíne? Ne nézz így rám! Azt mondtad, a Hatakura tempomban van. De láttak a belső tempom. És aztán... lelbeződtél a Hatakura tempom. Ez olyasmi, mint a két helyen lett ma egyszerre. Három szájt! Valami folyik itt, ami biztosan nem tudunk. Több nyomot. Megnézem, hogy valami, amit kivehetnék. Nincs. Február 9, Dusky Heat. Meg kell látogatom azt a kaibát. Mennyországi gúny. Stanley. Mit csinálsz itt? Semmit. Mi az itt majával? Jó van? Még nem tudjuk. Értem. Hogy mit csinálsz itt? Feri. Ez a lúzerek gúnyója. Ha együtt lehetnek a lúzerek. Hogy van bolyán vele? És őt rajzolta le. Most tűzi választunk. Egy félig rohadt Grobit akar sütni. Ennyi az útba? Nem te mondod meg. Hát senki nem hisz neki, amit mond. Lawless rajza. Tudsz majd már elmondani? Nincs mit mondani. Mit gondolsz erről? Ez jó van rajzolva. És lenyűgöző. Valak lenyűgöző. Szeretj ezt. Remek fantázia. Ez nem állongó. Hát csak a David, de nem is repült. Szóval fél álomban volt. És itt volt a kunyhóban. És így feküdt. Feljön lefelé. Világos tojé vette. Látta, amit látott. Ezt rajzolta le. Bűtény hely. Ölsz. A gyilkosság estéjéről kell kérdezni. Hol voltál akkor, és mit csináltál, amikor történt? Igen.
Nem számít. Sajnos, de... Hát dolgom szobájában kell, hogy legyél olvasni könyvek. De... Donnumot megölték, és te a belső templomban vagy. Mi történt akkor? Öt szájlok! Rossz kisna. Meg akarod bűnhődni. Miről beszélsz? Eltűnt a spirituális erény. Eltűnt az erő. Ezt úgy értem. Szerintem minden. Hát egy médium olyan valaki, aki nem tud számokat idézni, az olyan, mint egy festő, aki nem tud festeni. Miért bámulnak? Próbáltad megidézni valakit? Nem bomban. De kudarcot valót. Mit se tölt? Hát ez a szó... Ha feladom az öt szájlókját, akkor a szájlók mestere leszek. Február 9, Hazakura templom főbe jár. És Gamsu is láttam. Hogy van ad? Jó lehet-e? Nagyobb probléma adódott. Mit elmondott? Az öt lakatról. De ki tette ezt? Csak olyan valaki tehette ezt, aki a korán tradícióhoz tartozott. Most állítszabizzák a dolgot. De beszélnem kell veled is. Mégis miért tűnt el a kuránymester 17 éve? És miért jelent meg itt? Megmutatta a talizmányát, ő volt a mester. Azt mondta, hogy valaki megpróbál elpusztítani a kuráni tradíciót a családból. És ezt akarja megállítani. Valaki megpróbálta elpusztítani a fő család. És a legidősebb lehet a mester. És ő lesz az új mester. És a többi lányai a földcsalád. A többi pedig családi ág tagjai. Remény nélkül, hogy irányítják a klánt. De a földcsaládok között és a ágazati családok között kitörölnek bárkit, aki a fő családokhoz tartozik. Hát, a mester fogott él ennyi bérfüldő. Tudod, hogy az erő igazi.
Igen. Két évvel ezelőtt találkozott először Majával. És látta, hogy médiumi képességét használja. Még a Mass to Mass ügyben megibölt perén. Maja köszönhető, mi a mindig segített. És ez az, amit Godó nem fog fel. Nem tiszteli az ilyen tradíció. Így gazdag lenni. Nem hiszek a pénzben. Egy ilyen hiba. Milyen hiba? 17 éve ezelőtt. Az internet miatt tönkremet van 17 éve ezelőtt. Igen, de hat incidens. Két évvel ezelőtt már itt is kettem ebben a szintben. Úgy van. Tehát én voltam akkor az ügyvéd. Amikor le kellett buktani Red Vine. Használták a médiumot a rendőrök. Sajnálatos módon. Bárkit is idézett meg Misty, ő elmondta az ember nevét. Csak hogy az ember nem volt bűnös. Ami bizony igaz is volt. És titok volt egész. Kudarcot a kubattól. Igen, de Redvár ezt idézte, hogy tönkre menjen, de Misty Curry. Azt mondták, hogy Misty ereje egy. És ezért eltűnt. És mindenki azt gondolta, hogy így. De tudom. Ez nem volt egy. Nos, térhetünk vissza. Most, hogy azt az ügyet lederítettem. Így a kuráni tradíció újra feltűnt. Egy új mester. És Majának kéne lenni az új mester. Nem most a médium képesség a vérben van. És csak nők lehettek azok a médium. Hát az az erő, erősen bennük áll. És csak egy valaki lehet a mester. És aki nem, az meg családi árba tartozik. És ez okozza a tragédiát. Májának volt egy testvére, Mia. Jól a salt. Most válaszolunk arra, hogy miért volt ügyvéd. Hát ki akarta dejteni, mit történt az anyjával, és az életébe került. És mi volt a szóbeszédvel kapcsolatban?
az anyja miatt akart ügyvéd lenni. De nem csak amiatt. Nem akart a húgával harcolni. Tényleg? Látta, hogy mi történt az anyjával, ahogy felnőtt. És belefáradt abba, hogy látja a rivalizálást az anyja és a gonosz testvérek között. Misty Fénynek volt egy nővére. És elvette tőle azt a mesteri pozíciót Morgan. Egy évvel ezelőtt már otthonában Kuráimi faluban. Amit tett, az fel, ez megbocsáthatatlan. Csak azért, hogy a lányát gyiváltsa mesterré. Mert ő volt olyan gonosz. Ha tudok valamit Morgan lányáról. Szóval Iris is Morgan fej lánya. Morgan és Iris. Tehát ez egy érdekes családi titokról szól. Szóval akit meg akar védeni Phoenix Wright, az voltaképpen Maya fej unokatestvére. Azt szinte tudja. És védestvére Pearlnek. Ismételt. Pearl. Azt hitte, hogy ő az egyetlen gyerek. Nem tudta azt, hogy Pearl a lány. Igen, de Morgan börtönben van. Azóta, hogy összeesküvés, gyilkosság összeesküvés miatt csukatták le. Mindent azért volt, mert hogy Pearl mester legyen. Nagyon fiatal. Szóval végig tévedett. Szóval három lányom volt Morgan fejének. Iris, az ikertestvére és Pearl. Mi? Ikertestvére. 20 éve ezzel kezdődött. Azóta a DL6 incidens miatt Morgan fej élete tönkre ment. És tönkre ment a hírnél, de a koráni tradíció. Amikor Morgan férje rájött, hogy a felesége nem lehet mester, elhagyta őt még a falut is, és a két ikerpárt elvitte magával. Borzasztó. Az az apa gazdag is volt. És ő újra házasodott. Eldöntötte, hogy még... hogy felnevez egyik lányát. Hihetetlen. De
Tehát Alice-nek volt egy gonosz ügyetes. Lehetséges? Nem mondanám még ma. Mi volt a neve Alice-es ügyetestője? Nem emlékszik rá. Bizony, tehát kiderült, hogy... Hogy Iris-t... A családja küldte ide, az abba és az igyedes. Tehát két nővére volt... Két félvérű nővére volt Pearl. Hát szóval óriási gyűlölet volt Morganben is, düh is. A fő családok. Szóval a férjem miatt vesztette a két lány. De ez nem pusztította még az álmát azért, hogy az egyik gyereke legyen ames. Ezért van neki Pearl. Az itteni incidens volt, az egy eredmény volt Morgan dühér. Ez az információ hasztalan, amíg nem derítek ki több. Most pedig ez a kert. Február 9, Hazakura templom, kert. Énekel! Szedi a munkát. Két érdekel, hogyha a nyomok nem jó. Szenvedély. Mennyi ideje volt át? Csak mennyi ideje? Most miért készülsz, detektív? Nyomasz. Megígérte Edgeworth. Megesküdött, hogy megtalálja az igazi gyilkos fegyver. Igen, ez egy hamis nyom. Talált valami papírt is. Én nem hiszem, hogy van köze az ügyhöz. Nyomozás. Tehát tudjuk, hogy a belső templom kertjében történt az igazi gyilkosság. Mi emiatt? Hát, ha nem szabadítják ki Maját, akkor valami durva dolgok fog következni. És milyen ronda dolgok? Nem tudja. És ki mond? Godó. Na, az esség mindenbe beleköt. A levél. Csak ilyen papír talán. A kályhában találták. Sejtettem, hogy valaki használta. Itten.
És itt volt nyitva. Tehát valaki használta azt a kány. Azt gondolja, hogy nincs közel a gyilkossághoz. Na, ennek is fontosnak kéne lennie, hogy rendesen elolvas. A gyilkos fegyver. Mit tudsz, hogy igazi gyilkos fegyverről? Nem a sicsisító volt, amit egyszerűen bizonyított. Tehát még egy barnak kéne itt lenni. Nem csíbe! Egy gyilkos fegyvert használnak a kidejét is. És mi lenne az? Egy kutatói módon kell gondolkodni. A gyilkos fegyver kard lehetett. Metálból. Egy metál detektor, amit használtunk már észíteni a negyedik epizódjában. Meg itt próbál ketteni ezt. Órák óta használ. És unatkozik vele. Úgyhogy nekem kell próbálkozni. Jó, szalkoztatok. Igen. Magas technológia. Lehetséges, hogy egy igazi gyilkos fegyver itt van. Ezt kell kideríteni. Be kell kapcsolni a detektort. Ahol nagyon tészle, ott már közel van. És a válasz itt van. Majd de hogy, hogy nem. Aj, ne már! Hogy kattintasz? Ja, az Enter-t kell megnyomni. Ez lenne a bot. És fából van. De reagált rá a detektor. Ha metál, akkor bizonyára az lehet. Valami lejött. Megsérül.
Egy kard. Ez lenne a gyilkos fegyver. A boton. Ki gondolta volna, hogy a botonban lesz a kard? A gyilkosság valóban a belső templomban volt. Miért ezzel a karddal ölték meg? És miért találták meg itt? Igen. Ki tud még erről a kardról? Senki. Még a rendőrség sem tud róla. De van, mert nincs ott a vér. De azt gondolja, hogy nem az igazi fegy. Lehet, hogy valaki levette róla a vért. Olyan méretű, mint az a sicsicsító. Most el akarnám vinni analizálásra. Várj, detektív! Analizáld azt a botot? Tarthatnám egy kis ideig? Mire vesz? Kérlek. Csak amíg megtalálok maját. Hát gyomrokban van, rossz érzése. Hogyan? Még nem tudjuk, hogy jól van-e vagy se. Bármilyen bizonyítékot talál, hogy hal. Annál egyszerben így. Tartsuk titokban azt a botot. Hát befejezzük, hogyha nem tudunk róla. Vagy hogyha kiderül. Hát ez egy egyszerű bot. Jó, szóval vigyázzon, srác. Most ide. Február 9. Belső templom kert. Idegesek lehetnek. És kemény mesélsz. Főleg, hogyha gonosz tekintetet, de... Hogy tehette? Egy... Elrohan. Hé, így nem elhez elrohan. Mit akarsz, Mr. Vágy? Mit akarsz? Úgyhogy nevedni, hogy te akarsz.
Úgy azt mondja, mint negyedik epizódban az Ace Attorney. Volt a rendőrség. Valamit tudni akartál Irisról. Igen. Olyan borzalmasat vettél. Tudtad, hogy Isaac van ikertestvére? Bikini mondta, de nem tudja a nevét. De ha nem talált nyomot. Hát egy dolog Ice testvére, őt az apja nevelte. Egy ég szerint. Talja Huff van a ciket testvére. Most meg kell mondanod, hogy mit tudsz róla. A nyomozás. Magas esély van arra, hogy ez a bűntény helyszíne. Meg emiatt a VS üzenet miatt, meg emiatt a talizmán miatt. Gyilkosság után nem történhetett ez még. Mindenki meg kell vádolni egy vádokként. Ez a mi dolg. Földrengés. Még mindig nem győzte le a földrengés jelenti félét. Azt hitte, hogy a rémálma véget. Így régezt is alig bírtő a rengések. 17 évvel ezelőtt. Egy gyilkossági helyszínen. Ami a tárgyaláson történt. Akkor vesztette az apját, aki ügyvéd volt. És nem volt egy oxigénjük. Egy lövés, ami tönkretette az életét. Mindent elvesztette, ami az a földrengés miatt. A családját, az álmát, még magát. De most 17 év. Ez több mint 11. De ez két éve megvolt. Sokkoló volt. De azt nem gondolta volna, hogy ennyi tévedésben lesz. Magával is azért. Nincs itt nagy ezek a kapcsolatban. Főleg azután, hogy ügyvének álltam. És nem azután, hogy megmentették. Talia. Szóval 6 éve ezelőtt volt az első ügy. Vagy se is felé. Akkor még kezdő volt, mi a fejjel együtt. Egy vádlott meghalt. Terry Falls. Tudok-e róla? Igen, ő is tudott róla. Dája egy tanult volt. Ő
Dahlia Sterry együtt tervezték ki a hamis túlszejtést. És Dahlia apjától elloptak $2 millió. Ami gyémántból volt. És 5 év után megölte a saját testvérét, Valerie-t, hogy elhallgattassa. A fél testvért ölte meg. Dahlia második feleségétől lett Valerie. És ekkor jött ő. A gonosz lány, aki megpróbálta megölni Phoenix Wright-ot. Mi történt Dahliával, miután meghalt Terry Ford? Figyeltétek őt? Számított? Dahliának semmi köze nem lenne ez a kicsit. Miért gondolod ezt? Egyszerű. Dahlia Halfont már kivégezték. Olvasta a f***ját. Igen, az 5 év ezelőtti ügyelebben. Bűnösnek találták Dahlia Halfont gyilkosságát. Mi a fénynek köszönhetően? És ilyenkor történt az a gyenge breakdown. Egy dühös tett. Mintha egy démon lenne. Úgy nézett rá. Sötétette azóta a bűnösítélet. És halsítélet már meg. Egy hónap ezelőtt végezték ki. Nem lehet közös az a gyilkossághoz, de nem egészen így van. Nem lehet fejleszteni a halottat. Csak médiumi képességgel. De lehet valami közük hozzá. Hát, a Halfordok anyja. Ő Morgan Fay. A médium a családi ágból. Kurainit idéző technika. Tudsz róla valamit? Hát ennek lehet közel ahhoz a médiumhoz. Az, aki csalónak tett. Az volt az DL6 incidens, amit tettél. A rendőrség nem volt tőle nyoma. Szóval ide itták Misty Fate-t. Ilyes médium volt. Egy ártatlan emberre váltottak gyilkossága. Misty-t pedig csalónak kívánították. Ez ő áldozat volt akkor.
Majd megérted egy... És azt is, hogy az a külön csatornázó technika az igaz. Egy pillanat. De valamit elfejtettünk, valamit át... Itt lesz. Egy kő. Szerintem minden megvan. Igen, itt van. Take that! A büntény este. Itt az ide elmondod az igazat, mit tettél, mit csináltál az estén. Azt mondtad, Hazakura templomban voltál. Még mindig ezt mondod? Igen. Azt hiszem, hogy ártatlan vagy. De nem. Oké. Okay. Ez az a személy, akit láttál máshol, a gyilkosság napján. Várjunk csak! Személlyel közötte. És vagy bikini lehet, vagy Dália. Tényre! Bikini ő beszél. Végig nem csak látott téged, hanem beszélt is veled. Majd a tréningjéről. Tehát ott kellett, hogy egy jobb első templomba. Tehát itt kezdődhetett az a tréning. Tehát a templomot már régen hasadta. Mikor volt ez? Húsz perc, míg odaért a belső templom. Tehát 9:40 lehetett akkor. De nem vallad a hazugság. Szerintem ezt a bizonyítékok között kell keresni. Ezt nem, sosem. Nem, nem, biztos nem. Én csak gondolkod. Take that! Az enkezői bizonyítottad. Egy Discord hangoztattál. És... mielőtt hangoztál.
És akkor még engem is. Kevesebb beszéltünk akkor. Akkor adtad. Nem fejtette, de úgy. Már elég. Két helyen lehet. Voltál egyszer. Mi folyik itt át? Két dolgot bizony kaptam. Hogy belső templomban lehettél. És ugyanakkor házakul a templomban. Ketten voltatok, kettő volt belőletek. Tehát két helyen voltál látható. Ami azt jelenti, kettő kellett, hogy legyetek. Más válasz nincs. Hogy lehetséges? Lehetetlen. Hát ez lehetne, de az egy jobb olmos, ugye? Lenne az egyik, de hol a másik? Nem, nem, nem. Nem, biztos nem, nem, nem. Egyszerű, biztos nem. Mennyire vagy biztos, hogy ez a helyes? Csak ez lett. Te! A bassza meg! Ez vagy személy lehet, vagy ő. Take that! Na, ez volt az. Ígérdes fejed van. Úgy van. Talja Halfont. A nőt a gonosz. De ő nincs többé. Igen, az ítélet már meghozta. A templomban volt a másik Tália. Ez egy idéző dojo. Azon az valaki megidézte Táliát. Ezt volt a lejtő. Újra fullon vagyok.
szobában volt. Hogy hallotta, hogy lefeszedett a Besi templomba, tudta. Tudta, hogy az a testvére. Igen, akkor biztos is halott. Miért nem mondta ezt előtt? Mert azt gondolta, hogy mindig a jobbat tesz. Elnézést! Egyszer elárulta őt. Nem, nem teheti újra. Hogy érted? Ezekkel elfogadom, hogyha bűnös vagy. Miről beszél? Elárulás. Hát a hab is... már csak hamis túlszejtés 11 éve ezelőtt. Akkor kezdődött minden. Már kezdett bűnöket elkövetni, és elvesztette az életét. Azért, mert elárulta. Úgy elhattad el. Ők tervettek ki az egész dolgot. De pánikba esett és megfutott. Miért segítetted? Elhagyni a 2 millió dollárt az apától. Megígérte, hogy segít. Nem pénzért. Bosszúért, az apja miatt. Hogy érted, hogy bosszú volt? Rendőrsködő fiszkó volt. Elvette az anyjukat tőlük, és elküldte a pokolba. Méghozzá Morgan Faye. Igen. A Faye család ága. Hát ő lett volna a következő mester. És emiatt az ok miatt újra házasodott az anyjukkal. És ez nem újra, hanem ezért házasodott össze a hatalomért. De a terve meghiúsult. Mert Misty elvette tőle az egészet. Misty fél elkövetett egy hibát. A D6 incidensen. Amikor ez megtörtént, akkor az apja magukkal vitte őt is a testvérét. Ugye elhagyja az anyját. Utálta azt a helyet. Azt gondolta, hogy egy siedőhajó, és nem látott okot arra, hogy maradjon. És ezért jött ide Hasakura templomba. De a másik feleségét volt egy másik lányom, Valerie. De az útcsárban nem volt helye. Azóta nem látta az anyját. Hát nagyon szellemes és érzelmes volt.
Az az inc... Annak tényleg van köze a fék. Még egy dolgot szerint... Amikor Die Hard 4 megmérgezett egy ügy... Ő elkezdett egy kapcsolatot teremteni egy egyetemistával, aki... hogy... erre csak a bizonyíték. Hallottál róla? Egy dolgról hall. Utálta a belét. Még van több is, amit ki kell nyomozni. Már csak egy titkot kell megőrizni, és akkor a nyomozásnak már vége. Bird Silo-ja. Tényleg tüzet gyújtottak. Gyerkészen. Már megcsiszolták a krumplit. Kid is, mint T-Copper. Szerinted! Most itt az itt szájlokítás mesterévé válni. Azzal, hogy felnyitom az összes szájlokját. Az ACT triógiával ez a legnehezebb. Egyenként fognak összetörni. Donna szobájában kellett, hogy legyél, ugye? Boldog volt, hogy meglátogattam. Most meg kitta. De... nem megy. Máshová kellett mennie. Ennek mennie kell. Nem tudta, mit kezdje magával. Ideges volt. Ide mentél, ugye? A belső tempó. Emiatt ezért aggódtál. Miért voltál, ki miatt, vagy miért voltál aggódó? Igen, tudom. Ha igazam van, elmondod az igazat? Egy jobból jöttél ide. De most nem tudom, hogy ezt kéne bemutatni. Itt nincs olyan innen a tempó. Biztos nem. Várjunk csak.
Remélem, nem Maja a helyes válasz. Jaj, ne! Faszomat már, miért nem tudtam el találni? Na most, ez volt az... Aj, miért kell mindig 50%-os esélyekkel mennem? Maja volt az... Tudtad, hogy Maja tréning egy vesz... Igen, külön... Bizonyan a különös képzés van. Bigini, megijesztett téged az, amit mondtál. És te voltál az, aki bemutattad a templomot Maján. Felelősnek éreztem magad. Hát nem ülhetett csak úgy tétel. Ezért ment a belső templomba. Na, egy eltörve. És mi történt azután? Mikor voltál a belső templomban? 9:30-kor. Volt még a... Az akkor a templomban, ottan a tréningnek 10-kor kellett volna kezdődnie. Oda akart menni, mielőtt kezdődni. De sok hó volt, és nem ért oda. Honnan tudtad, hogy mennyi idő volt? A harangból. Hát van csaj, elhasználtam. Miért volt gondál azért, hogy hallod a harangot? Tényleg! Na, most volt, másodiknál kellett. Az a bizonyíték. Voltak használati utasítások azon az estén. Felismered ezt a papírt? Megtaláltam a KH-ban. Követted az utasításokat ebben a levélben az este, ugye? Ezért nem hasadtad ki a harang. Ez a lenyűgöző. Szóval neked szólt ez. Én
néhány része már el van égetve. De az utolsó része, az még látható. Ahogy meghallod a harangot, le kell idézned a szellemét. Ki volt az? Ki kellett volna megidézni? Egyértelmű, hogy ki. A gonosz lány. Te ide! Dai Halfon volt, ugye? Annak a neve szerepelt a levélben. Eltört. Ahogy sejtette. Nem Iris volt, akivel bikini találkozott. Nem volt éves, tehát Dáliát látta volt a képen. Tudsz róla valamit? Tudod, milyen nő volt az a gonosz lány? Nem. Nem hallott. Nincs semmi nyoma. Még az se, hogy nővére. Ki írta? Már tisztelhetted őt, vákidős kapva. Hiszen követed az utasításai kérés nélkül. A kérdésem következő. Csak így írta az... Mogenfej. Take that! Pörz? Tudtad egyáltalán, hogy mit jelentettek ezek az utasítás? De mégis követte. Mert az anyát kérte. Már csak egy szájok maradt. Hát ez itt az ideje, hogy szájokmester legy. Nevetségem, alá csak megy. Azt mondod, hogy követtem az utasításokat. Bizonyítékot kér. Nem hiszi, hogy van bizonyíték. Hát ez még nincs bizonyíték, hogy te voltál. Viszont... De bárki is tette, az csak gyerek lehetett. Hát nem lehetett felnőtt. Mert hibát nem védhet egy felnőtt. De néhány szót rosszul értettél. És itt a bizonyíték rá. Te fotoztad be ezt a tekercset, úgy. Miért enni? Nem emlékszem, mi volt erre rá. És húsa süss meg a mestert a Hades tüzében. És tegyél... És küldj bosszút. De bizonyán nem tudhattad, mit jelent az, hogy sütés meg az a...
az a hús. És arra sem emlékszünk, hogy amikor Misty fejjel beszélt. Nem tud olvasni. Nem tanított meg, mit jelent az? Hát, hogy hús sütni, az úgy értette, hogy kaja. Ezért tetted. Ezért fotóztad be azt a képet. Hogy őszinte... Gondolta, hogy ez fura. Azt a... Nem tudta elégetni azt, amit az anyja... Nagyon mester vagyok! Most már újra fullon vagyok. Gyilkosság napja. Igen, elment a belső templomba. Egy kanálba terli... kajával. Majd milyen kajás volt. Látta azt a tekercset. Ezt tudta, hogy itt kuránymestere. És aztán... Már elmúlt 10 akkor... A sokkó miatt. Gondolta, hogy ott vár, amikor lesz, amíg a tréning lesz. Már a tréningje akkor elkezdődhetette, és nem akart beavatkozni. Ezért ott maradt. De aztán... Elaludtál? Nem akart eladni. És csodában voltál belső templomban. Amikor felébredt, reggel volt. Próbált nem sírni, de... A híd nem volt ott. És senki nem látott a tréning a barlangban. Azt hitte mindenki elment, mert elaludt. Eldobta a levelet a kályhába. És kosznyomot hagyott itt. Ijesztő lehetett neki. És amikor aludt, akkor ő is ott hagyta, amikor aludt. Elveszett erőt. Hogy őt meg kell idézni, de Dália Halfa. A belső templomban volt, amikor harangozott. Csak hogy nem tudta megidézni magán. És sosem vallott eddig kudarcot. Ez volt az első alkalom, hogy kudarcot vallott. Próbálta. Tegnap. De valamiért nem sikerült.
ezért gondolja azt, hogy elveszett az ereje. Nem tudja, mit tegyen. Kellett még, hogy van magyarázata legyen. Egy lehetséges válasz van, de ez nagyon itt. Ha valaki megelőzi, ugyanaz a médiumi képességgel. Hát itt egy szellem. Ez olyan, mint föltön egy nővel. Tehát a gyilkos... Valaki más idézte meg Dáliát. Azt hiszi, hogy kudarcot vallott. Az anyja utolsó akaratást se tudta teljesíteni. És hogy tudassam nektek, azt... az jó, hogy így történt. Mert különben rosszabb dolg vált volna rá. Ez volt az utolsó kívánsága. Ebből kell tudnom valamit. Morgan levele. A büntetésség elhajtási intézetben volt, ezt már tudta. Minden hónapban meglátogat. És utolsó hónapban mondta, amire vártál, az most eljött. Van valami, amit szeretném megtenni. Elrejtettem egy levelet az otthonodban. Miért ide küldtek. Azt akarom, hogy olvasd el, és tedd, amit mondok. Mondd. A fékányé, te angyalom. És akkor jó dolgot fogod tenni. És elmondja, hogy hol vált, rejtett. Az anya mindig kedves hozzá, és eléggé szeretett. Csak hogy nem, nincs oka rá, hogy szeresse, mert rettentő gonosz. Hát azt mondta, hogy a fékklán jólétért kéne, hogy tegye. És azt gondolja, hogy majdnak is olyat mondott, de valójában nem. Hát sajnos nem. De valami furcsaság volt az anyja le... Valaki, mintha kinyithatta volna már az elején. Ez is. Tehát valaki kinyitotta előtte. Köszönöm. Segít, kisegítettél, jó. Hát figyelj itt az anyja. Biztos benne, hogy majd jobban lesz. Csak hogy... Ha tudná, hogy... Hogy milyen kudarc történt itt tehát... Mogrefe akarta ezzel megkiúsulni. Mit kéne neki mondani? Godó meg itt van. Szóval rájött étre. Ugye milyen borzalmas lehet egy ilyen... Do. Hát ez a barlangos helyszín az elég nagy puzzle lehet. De ez időpocsékolás. Miért mond? De Maya fej nem jön vissza.
hogy beszélsz így. Hogy az én dolgom volt megvédeni? Hát többször is megvédtem, de most nem volt esély. Már megint kezdett, most kosbúzi. Egy két nővér, aki nagy bajban volt. És te voltál az ő oda. Hogy megmenthettem volna. Honnan tudhattam volna, hogy mit folyik? Egyszer és mindenkor mindent lerendezünk. Tehát... Godó lesz a második pere az ügyész. És párbajban kellett legyőzni. Igaz, hogy több? Nem lesz. Biztos, hogy már életben van. Majd meglátod volna. Bízik bennem. Jobb, hogyha nem tudod, mit tett. Tudtam, hogy ez a nap eljön. A fő családok... Véred nincs több. Mesteré, pad a tiéd. Az utolsó kívánsága. De felmerül a kérdés, hogy tudja-e, hogyha kuracot vallott. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámat, nyomjatok egy lájkot. És már csak 3 per maradt hátra, de nagyon kell vigyázni az alperre. Ugyanis... Csík lesz... ott fönt. És maximum csak 9-szer hibázhatok, vagy 4-szer, vagy 3-szor, vagy 2-szer, vagy csak 1-szer. Vagy... Ugyanis, hogyha egyszer is hibázok, az nem fog visszanövekedni a kövek a második résznél. Tehát nagyon kell vigyáznom, hogy milyen választ adok. Hát óvatosan kell végigvinnem, és amikor jön az utolsó kérdés, akkor már csak egy életem lesz. Mindenhogyan. Úgyhogy legközelebb a második perre folytatjuk, és igyekszem minél kevesebb hibát vétni. Úgyhogy ennyi volt mára, szevasztok!